Testvéreim, Szent Benedek apát Európa fővédőszentjének ünnepe van. Benedek 480 körül született Nursziában, Szabin nemesi családból. Rómában tanult, de erkölcstelen környezetéből még tanulmányai befejezése előtt elmenekült és Szobiákóban remetéskedett. Itt 12 kisebb kolostort alapított. 529-ben átrepedett Monte Cassinóba, ami aztán a szeretességnek és a műveltségnek centruma lett. Itt írta a regulát, amelyben kelet és nyugat legjobb szerzetesei hagyományait egyesítette. A Szentírásban való jártosság, tapasztaltság, jóság és bölcsesség jellemezték. Benedeket és ezen a jelenvonásai tükröződnek a regulában is. Meghalt 547. március 21-én. 6. Pál Európa fővédőszentjének nyilvánította. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vegyünk részt ebben a szentmise áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Benedek apádot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Fiam, ha megfogadod szavaimat, és megtartod parancsaimat, ha füledet megnyitod a bölcsesség előtt, és szívedet kitárod az okosság megismerésére, sőt, ha hívod is a bölcsességet, és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem. Kész üdvözt adni az igazaknak, védő pajzsuk azoknak, akik jámborul élnek. Védelmezi az igazság ösvényét, és örködik azok felett, akik hűek hozzá. Ha szívedbe fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet és a helyes utat. Ez az Isten igéje.